Hare Krishna. Múlt héten volt az elmének a szabályozása. Hát mi követi az elméknek a szabályozása? És az érzékeknek a szabályozása. Ugye elme eléri a célját az érzékeken át, és mi most ugyanezt fogjuk csinálni, mert nekem van egy gondolatom, és a gondolatom az, hogy hogy fogjuk együtt énekelni Hare Krishnát. És azért le fogom foglalni az érzékeimet, fogom a nyelvemet lefoglalni, a fülemet lefoglalni, itt fogom a ujjaimat lefoglalni, és kérem, hogy ti is ugyanezt csináljátok, és akkor eddünk mondjunk ezeket a mantrákat. 1, 2, 3, 4. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari Hari. Érzékek, másféle érzékeink vannak, ugye vannak a kezek, a lábak, a nyelvünk, a fülünk, és ahogy korábban említettem, az elme tükrözi a lélekben lévő vágyokat, és ezek a vágyokat akkor akarjuk megvalósítani. Hát hogy valósítjuk meg? Hogyha gondolunk, hogy akarunk valamit enni, vagy kóstolni, akkor persze, akkor meg akarjuk ezt a dolgot vásárolni, és használjuk a kezünket, a nyelvünket megvalósítani ezt a vágyat, kapni ezt az ízet. De a kettő dolog az együtt jön. Az elmét kontrollálni, érzékeket kontrollálni. A cél az elmékeket kontrollálni, arra, hogy legyenek az érzékek kontrollálva, és úgy, hogy kontrolláljuk az elmét, akkor szükséges, hogy az érzékeket is kontrollálni. És ez megint visszajön arról, hogy mi jó, és mi nem jó. Mi méltó az érzékeknek, és mi nem. Mi a dolgok, amit szabad enni. És mikor szabad enni? Nappal este, amikor akarunk, van éltágyunk, vagy nem? Én szabályozom magam, hogy csak naponta 3-szor lehet enni. Például én naponta úgy egyszer eszek, én nekem csak igazából csak egy ebédkor van, amikor én eszek. És ez a szabály. Így kontrollálom az érzékemet. Főleg a nyelv egy nagyon fontos dolog, ugye a nyelvvel beszélünk, a nyelvvel eszünk, aztán amit eszünk, az meg befolyásolja, hát befolyásolja, hogy hogy nézünk ki, de ugyanakkor másféle ösztönzést is okozza az evés. Kontrollálni kell ezeket a dolgokat. És itt van egy példa. Korábban adtam egy másikat, hogy a böjtölés. Az is erre van. A böjtölés az úgy megszabályozza az érzékeket. Szóval mit lehet és mit nem lehet? Mik azok a dolgok, amiket nézünk? Mi azok a dolgok, amiket hallunk? Mind a mai világban mindenki el van bűvölve annyiféle zenével. Ezek a dolgok igazából hasznosak a jogának? És hogyha nem, akkor miért? Hát kell egy kicsit laza lenni, és egy kicsit elengedni magunkat. Miért? Miért akarjuk magunkat elengedni? A dolog nem elengedni, hanem szabályozni. És szabályozni nem egyféle dolog, amit csinálunk 15 perc naponta, hanem szabályozni valami, amit csinálunk 24 órát naponta. És minden, amit csinálunk, szabályozza az érzékünket, mert miért? Mert a jóga az élet. A jóga nem egy pár perc, amikor fejen állok, hanem a jóga az, hogy hogy élek. És akkor igazából valaki, egy bhakti jóga,
és valaki egy komoly útkereső. Szóval az érzékeket kontrollálni. Igen, én nem fogok mozit nézni, mert lehet, hogy szórakoztatja a szememet, szórakoztatja a más érzékeimet, de miért? Mi a haszon? Ez komoly dolog, súlyos dolog. Hát a lelki élet az komoly dolog. Az, hogy úgy meg kell gondolni, hogy igazából mi a haszon ezeknek a dolgoknak, amiket én csinálom, és ezek kedvezőek-e az én utamnak, és hogyha nem, akkor nem fogom csinálni. Ez a lemondás. Múlt héten is említettem. A lemondás. Lemondani dolgokról, és kitartani azokkal a dolgokkal. Szóval így igazából volt az élet, amikor éltünk egy sokkal vallásosabb világba, akkor ott voltak szabályok. És mi volt a cél a szabályoknak? Szabályozni az érzékünket, szabályozni, hogy hogy élünk, nem azért valamiféle oktalan dolog miatt, hanem szabályozni az érzékünket arra, hogy tudjunk haladni előre a lelki élet felé. Szóval ez a igazi gyökere. Nem lehet. A Bhagavad Gita-ban Krishna mondja, nem lehet senki egy jogi, aki nem tudja szabályozni az érzékeit. Ezt jól meg kell gondolni, és ezen a héten gondoljátok át igazából, és hozzátok gyakorlatba egy olyanféle szabályozó rendet, ami eléri azokat a célokat, amit el akartok élni ebbe az életbe, a lelki síken és a lelki tökéletességen. Komoly dolog. Hare Krishna.